Köszöntöm kedves nézőinket, ez itt a Pécsi Tudományegyetem Univerzitás televíziójának Navigátor című műsora. Mai vendégem több szállal kötődik az egyetemhez, nálunk volt hallgató, a PTN doktorált, és nem utolsó sorban játszott az egyetemi színház színpadán. Már a Bölcsészettudományi Kar tanársegédje. Köszöntöm a stúdióban Rozner Krisztinát, szia! Szia, köszönöm! Vissza tudsz még emlékezni a kezdetekre itt az egyetem berkeiben? Abszolút, 96-ban jöttem, esztétika szakos voltam első körben, és mivel drámatagozatra jártam gimibe, ezért kerestem olyan lehetőségeket, ahol a színházhoz így közelebb lehetne kerülni, és azt hiszem, hogy 97-ben kerültem az egyetemi színházhoz, meg akkor kezdtem el, akkor még színház specializációnak hívták ezt a képzést, és akkor az ott be is szippantott sikeresen. Készültünk neked egy meglepetéssel 1998-ból, amikor is a Yes-ben egy felvételt most elhoztunk neked. Wow. Holnap megint jön, hát meg van beszélve. Csináltam tépést, érmelegítőt. Hát mindenki nem mehet el, csak úgy a francba hallja. Ha ne nekem ülessék, ezt felnek rám állni kiskezi csókolom. Éppenséggel a Leopold főherceg őkegyelmeségének a rendelete. Gyermekem, én felséges lábbal jelébe feleltestem. Könyörögve kérem, hogy ne is ne tegy ezt fel. Ne küldje gyönge szívem értelmét tőlem, mert most úgy közös érzelmek bingoztak ki dobogó kertünkben. Parti Nagy Lajos Ibusár című művéből látunk egy részletet. Milyen emlékeket idéz ez fel benned? Hú, ez egy nagyon izgalmas és nagyon nehéz próbaidőszak volt. Ez volt az első főszerep, amit az egyetemi színházban játszottam. És nagyon sokat szenvedtünk vele, hogy ez összeálljon, de aztán egy rendkívül sikeres előadás lett belőle. Arra emlékszem, hogy nagyon sokat tanultam belőle. Ez volt az első nagyon nagy mennyiségű szöveg például, amit meg kellett tanulni, és hát azért Parti Nagy az nem egy ilyen magától értetődő szöveg, úgyhogy nagyon sok tapasztalatot adott, illetve az egyetemi színháznak az a generációja, az egy nagyon összetartó, nagyon jó közösség volt, úgyhogy ez egy rendkívül intenzív időszaka volt az életemnek. És egyébként az itt szerzett tapasztalatokat azt utána az oktatásba is be tudtad építeni? Ugye színház specializációt tanítasz, kurzusokat tartasz színházi gyakorlatból, színház és drámatörténetből. Abszolút, rengeteget. Amikor egyetemista voltam, akkor volt egy kurzusunk, úgy hívták, hogy színházi gyakorlat, és akkor én azon gondolkoztam, hogy fú, ha egyszer ezt én vezetném, akkor miket csinálnék. És aztán valamikor néhány évvel később, aztán én vezettem ezt a gyakorlatot, és abszolút nagyon fontosnak tartom azt, hogy az elmélet és a gyakorlat az nem egy különálló dolog, hanem ez közösen működik, és ezt próbálom nekik azóta is átadni a hallgatóinknak. Tehát az óráimnak egy nagy százalék az úgy zajlik, hogy nem ülünk. Ami hát egy bölcsészképzésben ez meglehetősen különleges, nagyon sok gyakorlati játékkal dolgozom, és ez egy fontos dolog azt hiszem az egyetemista korosztálynak az, hogy hogyan hibázhat. Tehát, hogy nem kell mindig a legtutibbat megmondani, a legokosabbat, hanem lehet bénázni. Ez a konferencia, amit itt látunk, ez is a hibákra volt kihegyezve. Egyrészt történetileg nagyon fontos, hogy helyre tegyünk bizonyos tévedéseket, akár filológiai, fordításbeli, akár recepció, kritika történeti tévedéseket, tehát van egy ilyen jobbító szándék benne, és ami miatt nagyon fontosnak gondoltuk, az, hogy megint csak az alkotó folyamatokban elengedhetetlen a tévedés. Nincsen sikerorientált társadalomban élünk, mindenki hallgat a tévedéseiről mélyen, azt nem szeretjük bevallani, de még színházat csinálni, az nyilvános. És ráadásul ugye sok emberrel csináljuk, tehát a hiba lehetőség az többszöröződik mindig. És azt gondolom, hogy nagyon fontos megmutatni azt, hogy engedjük azt, hogy hibázhatunk. És nekem az nagyon fontos színészként is, rendezőként is, tanárként is, hogy hibázni ér. És hogy ezt meg kell mutatni, vagy el kell fogadni, és hogy semmi baj nem történik attól. Említetted, hogy rendezel is. A harmadik színháznak is rendeztél, a Yes-nek is rendeztél. Dolgozol-e most éppen valamin, és ezt a hibát, ezt rendezőként is beépíted-e? Igen, rendeztem ezeken a helyeken, és van egy társulatom, ami egy meglehetősen szabad csoportosulás, a Pécsi Légitársaság. És velük is készítettünk előadásokat. Amit most legutóbb készítettem, ez egy szöveg nélküli előadás, egy szóló előadás. Niki a címe, és egy szobaszínházként játszottuk. Nagyon kevés embernek, teljes fényben.
És hát abban nincsen szöveg, tehát ilyen matatás. Tehát csak a mozgás igazából az, ami... Igen, ez egy ilyen félig kis realista dolog, jön-megy egy nő, tesz-vesz, teát főz, számítógépezik, ilyesmiket csinál, csupa olyat, amit otthon csinálunk. És ez például egy nagyon izgalmas tapasztalat volt, így a rendezői munkám, hogy ezt hogyan tudjuk elfogadhatóvá tenni például a szöveg nélküliséget. Említetted a csendet, hogy mekkora jelentősége van. Most 2012-ben megjelent az első könyved is, ami szintén a csendhez kapcsolódik. A Színházi jelenlét és a csend dramatikus teátrális játékai címmel jelent meg ez a könyv. Miért olyan fontos a csend? Hát egy csomó szempontból. Én színészként beleakadtam abba a kérdésbe, tehát nézőként is beleakadtam, hogy miért van az, hogy van egy ember a színpadon, aki beszél, mondja monológiát, osztja az észt a világról, és mellette áll valaki, akinek nincs szövege, látszólag nem csinál semmit, csak áll és néz, és én mégis őt nézem végig. És az a pillanat, amikor általában arra figyelünk, aki beszél, így vagyunk kondicionálva, de ugye az a pillanat, amikor ő valami miatt megragadja a figyelmemet, az engem mindenféle szempontból nagyon izgatott, hogy ez hogyan történik, és azt is gondolom, hogy azért egy erősen túlbeszélt társadalomban élünk. Folyamatosan jár a szánk a tévében, hogyha nem tudom, hírműsorok vannak, akkor azt, amikor hallgat az alany, azt kivágják, mert olyan, mintha nem mondana vele semmit. Az az érdekes, hogy mit mondunk. Engem meg inkább az érdekelt, hogy mi történik, amikor csöndben vagyunk. És a színház az egy kifejezetten alkalmas terep erre. Azt vettem észre nézőként, hogy azok a pillanatok a nagyon izgalmasak színházban, amikor elfogynak a szavak, amikor csak néz egymásra két ember, és nem történik semmi, vagy az a pillanat, amikor még nem tapsolunk. Ugye van, amikor a nagyon jó előadások után ott van az a, hát ki tudja mennyi, mikor mennyi, de az a pillanat, az azért megyek színházba tulajdonképpen. Én nagyon sok erőt és kitartást kívánok ehhez a nagyon sok mindenhez, amit egyszerre csinálsz, és köszönjük szépen, hogy a vendégünk voltál. Én is köszönöm. Széklettel gyógyítanak az egyes számú belgyógyászati klinikán. Az antibiotikumok okozta bakteriális fertőzésben leginkább a 65 év felettiek, a cukorbetegek és a bélproblémákkal küzdő betegek lehetnek érintettek. Széklettel gyógyítanak Pécsett az egyes számú belgyógyászati klinikán. A Clostridium difficile baktérium hasmenéssel, lázzal és sok esetben hányással járó fertőzés, mely antibiotikumos kezelés mellékhatásaként alakulhat ki, de akár fertőzött tárgyal érintkezve is elkapható. Legveszélyeztetettebbek az immunhiányos állapotú betegek, akik antibiotikus kezelésben részesülnek, azok a betegek, akik sebészeti vagy traumatológiai beavatkozáson esnek át, illetve azok a betegek, akik hosszas kórházi kezelésre szorulnak. Jelenleg antibiotikus kezelést lehet alkalmazni, sajnos az esetek jó részében 40-60%-ban találkozunk visszaeséssel, recidivával. Ezekben az esetekben ismételt kezelésként a első választásként a metronidazolt kell alkalmazni, annak hatástalansága esetén pedig a vancomicin. Maga kezelés ideje 10-21 nap között szokott változni, tünetek súlyosságától függően. Vannak olyan esetek, amikor a többszöri antibiotikumos kezelés sem eredményes, ebben az esetben úgynevezett széklettranszplantációval akadályozzák meg a hasmenést és a baktérium továbbterjedését a bélben. Pécsett most először végzik a beavatkozást. Fontos, hogy a beteg rokonának székletét alkalmazzák a bélflóra egyezése miatt. Az előkészületek a donor szűrésével kezdődtek, az átvihető fertőző betegségekről kellett meggyőződnünk, hogy nincsenek, hogy a széklettel ne vigyünk át semmilyen fertőző betegséget. Ma reggel a donorunk hozott egy friss székletet, amit fiziológiás sóoldatba feloldottunk, homogenizáltunk, és a nazojejunális szondán, amit a reggeli órákban helyeztünk be a betegbe, ezen keresztül juttatjuk a vékony bélbe, és onnan majd jut el a vastag bélbe a friss transplantátum.
A beavatkozást követő 2-3 napon belül a beteg tünetei megszűnnek. A transzplantáció hatékonyságának megfigyelése érdekében 1-2 napos kórházi megfigyelés szükséges, ezt követően a beteg hazamehet. A Janus Egyetemi Színház kezdeményezésére megállapodás jött létre a Szekszárdi Magyarországi Német Színház és a JESZ között. Az együttműködés lényege, hogy az egyetemi társulat Szekszárdon is megmutathassa az előadásait az I. és Gyula kar hallgatóinak, valamint a Magyarországi Német Színház rendszeres bemutatkozása is elérhetővé váljon a PTE Germanisztikai Intézet hallgatói számára, ami német nyelvű színházi kínálatot biztosít. Tavaly nyáron jött ez az ötlet, amikor meghívta vendég szerepelni a JESZ-be, hogy akkor kezdtünk erről beszélgetni, hogy mennyire jó lenne, hiszen mi is szeretnénk Pécset fellépni, és a JESZ-nek sem ártana, hogyha a szekszárdi közönséget is ki tudná szolgálni. A megállapodást a felek 5 évre írták alá. A változás új technikai lehetőségeket biztosít a két társulat számára. Bár nagyon sok hasonlóság van a két színház között technikai értelemben is, tehát a Szekszárdi Német Színháznak is egy 80 fős nézőtere van, mi is nagyjában egész évben ennyi nézőt tudunk elhelyezni, de azért az ő színpaduk más, a közönség nézőtér viszony egészen más, mint a miénk, tehát itt azért lehetnek változások. Az ünnepélyes aláírást követően a Német Színház bemutatta a Margit jelenete a 89. oldaltól című előadását, ami üde színfoltját adta az aláírásnak. Ja! Ja, und dann machst du ein paar Walzerschwindeln in den Raum rein und dann machst du einen Kickser. Széchenyi díjjal jutalmazták dr. András Falvi Bertalan néprajzkutatót, a Pécsi Tudományegyetem professzor emeritusát, aki a magyar néprajztudomány egészét átfogó, nemzetközileg is számon tartott tudományos kutatásaiért, publikációiért, oktatói és közéleti tevékenysége elismeréseként vehette át a díjat. Professzor úr, számos díjjal ismerték el az eddigi munkáját, azonban most a Széchenyi díj egy kicsit abban különbözik, hogy egy egész életművet ismertek el. Hogyan fogadta ezt az elismerést, és egyáltalán hogy értékeli az életpályáján? Nagy meglepetés volt, nem számoltam vele egyáltalán. És azt töltött el örömmel, hogy talán nem annyira a személyem miatt, hanem hogy amit én képviselek, hogy azok a gondolatok talán mégis elismerést kapnak, és több megértést, mint amit eddig kapott. Ez pedig az, hogy a hagyomány, a nemzeti hagyomány, ami több száz év óta gyűlik össze, az a jövő számára útmutatást adhat, és ez az én hivatásom. A néprajzkutató legtöbb publikációja az ártéri gazdálkodás témakörében született, ami talán az egyik legfontosabb kérdés a jövőt illetően, mondja a kitüntetett. Óriási a belvíz. A víz az, ezt ugye nem részletezi a rádió, de tudnunk kell, ugye, hogy 5-6 méterre a környező belvízes területek fölött megy a Tiszába a víz lefelé. Tehát ezeket a belvizeket csak szivattyúkkal lehet beemelni a több méterrel magasabban folyó Tiszába. Hogyha ezeket a költségeket számoljuk, ez iszonyatos. És ugyanakkor két dolog történik. A két gát között a hullámtér föltöltődik. Tehát egyre kevesebb a kapacitása. Tehát, hogy ugyanaz a víz jövőben is le tudjon menni, mi állandóan magasítani kell a gátakat. Tehát az égig nem lehet ezeket magasítani. És egyre nő az energiaköltség, amivel ebbe a magas gátak közébe emeljük a vizet. Miben lehetne egyébként a megoldást? Vissza kell állítani azt a kiegyensúlyozott gazdaságot, ahol az állattartás és a mezőgazdaság egyensúlyban van, és visszapótlódik állati trágyával, szalmával, minden abban a földben, amit kimerít a termés, ugye? Ezt csak a családi kisgazdaság tudja megtenni. Ezt a nagyüzem nem tudja. Professzor úr, hogyha egy kicsit a néphagyományok felé fordulunk, akkor az oktatásban a mai fiataloknál hogy látja, hogy mennyire fontos ez az ő számukra, mennyire fontos egyáltalán megőrizni ezeket a hagyományokat? Igen, hát itt nagyon sok tennivaló lenne, és annak idején is próbálkoztam azzal, hogy a népismeret, néphagyomány és egy másik alulról nézett történelem belekerüljön az oktatásban. Akkor sokkal jobban megértjük a magyar történelmet, hogyha a nép sorsán keresztül vizsgáljuk az eseményeket. A történelemnek az a feladat, hogy lelkesítsen, ez egy egyik. A másik az, hogy kíméletlenül rámutasson a hibákra és a bűnökre. Ezt benne kell legyen a történelemben. A másik, ami
nagyon fontos, nem a tudás lelkesíti az embereket, hanem ha valamiért lelkesednek, akkor lelkesen megszerzik hozzá a tudást. Tehát először érzelmileg kell elkötelezett emberré legyen egy fiatal, aki látja a helyét, hivatását, és akkor örömmel fog ehhez tanulni. Egy életmű díj kapcsán felmerül az a gondolat, vagy az a kérdés bennem, hogy mi az, amire professzor úr legbüszkébb az életpályája során, hogyha egy ilyet ki lehet emelni? Talán azok a visszajelzések, akik hasonlóan kezdtek gondolkozni, mint én, és hivatkoznak rá, hogy tőlem tanulták. Ezzel vagyok a legbüszkébb. A tradíció mint feladat címet kapta az a modern irodalomtörténeti és irodalomelméleti tanszék és a Pécs Decentrum Kulturális Egyesület által szervezett konferencia, ami a múlt feldolgozására, hagyományainkra és azok átalakítására kérdez rá a művészetben, a tudományban és a közbeszédben. A művészeti eseményekkel kísért kerekasztal beszélgetések, többek között a mentálhigiénés módszerekről, a családról, a vallásról, életpálya és életmód modellekről szóltak, de az irodalom és a mentális egészség kapcsolata mellett helyet kapott a test épsége is a konferencián. Az iskola és az egészségre nevelés kapcsolatát, a rossz beidegződéseket és az egészségkultúrát vették górcső alá e tekintetben a szakemberek. A színházi előadásokban megjelenő félreértések, félreértelmezések, tévesztések sajátosságait, funkcióit vizsgálták a színházértő szakemberek a Bölcsészettudományi Karon, abból a szempontból, hogy szerepük mennyire káros vagy termékeny, komikus vagy tragikus, illetve hatással vannak-e az előadás megítélésére. A Tévedések vígjátéka címet viselő színháztudományi konferencián a színház történetben előforduló példákat elemeztek a meghívott előadók. A váratlan hibás helyzetekre adott azonnali válaszban rejlő kockázat a 20. századi művészetben az improvizáció önálló műfajává nőtte ki magát, az előadó művészek másik hagyományos szórakoztató műfaja pedig a cirkusz, aminek egyik tényezője szintén a hibák felfedése. E példák azt jelzik, hogy a tévesztések, félreértések fontos szerepet játszanak mind a színház történetben, mind a színpadon. A kétnapos program a BTK 30-20 ünnepi rendezvénysorozathoz kapcsolódóan jött létre. A 30 éve újraindult egyetemi tanár és bölcsészképzés, és a 20 éve megalakult Bölcsészettudományi Kar jubileuma alkalmából. Ünnepélyes keretek között megnyitották Valkó László Munkácsi díjas képzőművész életmű kiállítását a Zsolnai negyed Pécsi Galéria M21-es kiállító terében. Valkó László alkotói pályáját a művészi kifejezési eszközökkel történő szakadatlan kísérletezés jellemzi, visszatérő motivumok köré csoportosulva. Munkáiban jellegzetes tárgyak, emberek, tájak láthatóak, magányosan, hol csoportosan, alakzatokba illeszkedve. A művész gyakran súlyos, nem ritkán tragikus eseményeket vagy jelenségeket dolgoz fel alkotásaiban. Látásmódja nem csak művészetére, személyiségére is jellemző. Azt gondolom, hogy a művészetnek minden korban és a jelenkorban is az a feladata, hogy azokat a súlyos témákat dolgozza fel, amit egyébként az emberek különféleképpen, de mindenképpen éreznek magukon, a mindennapjaikon. Ezt, mint egy kitágítsa, ráirányítsa a figyelmet és esztetizálja. A képzőművész több mint 20 éve oktat a Pécsi Tudományegyetemen. A festészeti képzésen kívül többször tartott önálló kurzusokat is. Mint mondja, bízik abban, hogy a fiatal művészek megéreznek valamit látásmódjából. Az elmúlt 40 év munkájának gyümölcse május 1-ig minden művészetkedvelő számára megtekinthető a galériában.
4 éves kora óta sportol és a labdarúgással kezdődött a pályafutása. Most az NB1B-ben szereplő PTE Peac kézilabda csapatának a kapusa. Sokszínű egyéniség, aki a Pécsi Tudományegyetem magyar szakának másodéves hallgatója. Menyhárd Daniellával beszélgettem, aki elmondta, miért döntött a kézilabda mellett. A foci ez mindenképpen egy férfias sport. Ezért gondoltuk, hogy azért nem ártana átváltanom valami másféle labdajátékra. Mindenféleképpen labdajátékban gondolkodtunk. Úgyhogy ezért elég spontán volt, mert láttam az újságban, hogy indul egy fiatal kezdő csapat, és akkor így keletkezett az egész, így lettünk kézilabdások. Simon Tornyán is játszottál Dunaújvárosba, Sárbogárdon, most a PTP Ac kapusa vagy. Milyen a légkör a csapatban? Be tudtál illeszkedni? Szeptembertől egy nagyon fiatal csapat van itt a Peacnál, ők a tavalyi ifi csapat voltak, a juniorok, és teljesen mások így az idei játékosok, és fantasztikusan jó, nagyon szeretem őket. Játszottál NB1-be is, most az NB1/B-be játszasz a Peaccal. Miben különböznek az edzések? NB1-ben én csak utánpótlás játékos voltam, a Dunafernél játszottam. Talán az volt az NB1 különbsége az NB1/B-hez vagy a NB1-B-hez képest, hogy ott tényleg annyira kellett harcolni, és én osztályharcszerű játék volt már a csapatok és a játékosok között is. A magyar szakos hallgató vagy itt a Pécsi Tudományegyetemen, a Sárbogár TV-nél pedig újságíró, riporter. Emellett kézilabdázol, és van még valamiféle hobbid ezek mellett? Igen, nagyon szeretek fotózni, főleg portrét szoktam fotózni. Emellett pedig megtanultam rajzolni néhány éve egy ilyen jobb agyfejtek és rajzom folyamon. Úgy hallottam, hogy van példaképed, nem is egy kikők. Mindenféleképpen a szüleim, és főképp az apukám a példaképem, aki szintén sportoló. A sportolók közül pedig Pálinger Kati. Hát szerintem nincs olyan magyar játékos vagy magyar kapus, akinek ne Pálinger Kati lenne a példaképen. Az interjút követően beállhattam a lányok közé edzeni, és gyakoroltuk a lövések különböző formáit is, amiknek a nagy részét Daniella ki is védte. Bebizonyosodott, hogy tényleg jó kapus, és egy nap talán lesz olyan jó, mint példaképe Pálinger Katalin. Olman Zoltán 2005-ben végzett a Pécsi Tudományegyetem fizika és matematika szakos tanáraként. Élt a fokozatszerzés lehetőségével. Elérte célját, és jelenleg az egyetem tanári karának munkáját erősíti. A tudományterülethez kapcsolódó érdeklődésének kezdeteiről is kérdeztem. Két középiskolai tanáromnak köszönhetem azt, hogy én tulajdonképpen itt vagyok. Először tanítónak indultam, tehát általános iskolai tanító szerettem volna lenni, de a középiskolában két csodálatos tanárom volt, akik fizikát és a matematikát megszerettették velem, és nekem nagy vágyam volt az, hogy egyszer a katedra másik oldalán jó belátással tudjam a hallgatókat vizsgáztatni. Ez sokszor egyébként meg is köszöni magát, tehát tudom, hogy nem illik magamat dicsérni, de azt szokták mondani, hogy elég hallgató barát oktató vagyok. A kémia mellett a fizika tanári szak is hiányterületnek számít, ezért Zoltán fontosnak tartja a reklámozást. Ennek érdekében beiskolázási előadásokat tart, illetve a már felvett hallgatók érdeklődését igyekszik fenntartani. Tudni kell, hogy a fizika szak az nem egy éppen kedvenc a diákok körében. Erről talán egy kicsit mi is tehetünk, tehát mármint a középiskolai tanárok, vagy általános iskolai tanárok. Kicsit talán érdekesebbé kellene tennünk ezt a területet. Fontos az, hogy jó kísérleteket mutassunk be, már legalábbis olyan területeken, ahol lehet. Én mindig leszoktam egyszerűsíteni, vagy megpróbálom leegyszerűsíteni nekik a dolgokat. A vizsgák összeállításánál sokszor jutnak eszébe a hallgatóként átélt vizsgaidőszakok. Ebben a periódusban egy kölcsönvett metódus tart szem előtt. Amikor a hallgató vizsgázik, az nem a teljes tudásáról ad képet, hanem arról, amit ott abban a pillanatban éppen tud. Úgyhogy ezt mindenképpen figyelembe kell venni, azt, hogy izgul a hallgató, és hogy lehet, hogy többet tud, mint amennyit éppen megmutat magából. A tanítás mellett egy diákokból, tanárokból, professzorokból álló csoport tagjaként végez kutatásokat. Az elektromágneses spektrum egy távolabbi szegmensével foglalkozok, pontosabban a terahertz frekvenciájú impulzusokkal. Ezek nem lézerimpulzusok, hanem elektromágneses impulzusok.
bár a lézerhez van közük, ugyanis itt mi lézerrel gerjesztünk egy lítium-niobát pistályt, melyben optikai egyenirányítás révén jön létre ez a terahertzes sugárzás. És azt kell erről tudni, hogy a pécsi kutatócsoport egyedülálló ebben, ugyanis a világon a legnagyobb energiájú, ilyen közel egy ciklusú terahertzes impulzust, azt mi állítjuk elő, amely jelenleg 125 mikrozsúl. A beszélgetés végén Zoltán mesélt a jövőbeli terveiről, céljairól. A legfontosabb az, hogy szeretném megszerezni a doktori fokozatot, amely reméljük már nincsen olyan messze. Jelenleg terahertzes impulzusok előállításával foglalkozok, szeretném egyelőre továbbra is ezt a vonalat tartani. Mi terahertzes kutatócsoportunk kifejlesztett egy módszer, amellyel még nagyobb energiájú ilyen impulzusokat lehet előállítani. Terveink szerint egy nagyságrenddel fogunk tovább lépni. Az azt jelenti, hogy a millizsúl szintű terahertzes impulzusokat céloztuk meg, ezeket szeretnénk előállítani, illetve erre szeretnénk megoldást találni. Kedves nézőink, Önök Navigátor című műsorunkat látták. Két hét múlva ismét várom Önöket aktuális egyetemi hírekkel. Addig is korábbi adásainkat, valamint Nyitott Egyetem című ismeretterjesztő műsorunkat megtalálják az interneten. Viszontlátásra!